Üdvözlöm! Ön a Haraszti aktuális májusi számát látja. Vágjunk is a közepébe. Dunaharaszti város önkormányzata idén is támogatja a civil szervezeteket. Hogyan történik ez? Pályázat útján történik. Idén is 15 millió forintot irányoztunk el a költségvetésben. Az a lényeg, hogy dunaharasztiaknak kell lenni, és valamilyen célt kell megfogalmazni a pályázatban, ami az önkormányzat által támogatott közösségi cél. Hogy hogyan néz ez ki a másik oldalról, azt most Lengyel Zsuzsána, a Paradicsom-sziget Egyesület vezetője mondja el önnek. A Haraszti önkormányzat több síkon is támogatja a szervezeteket. Ennek egyik része természetesen a pénzbeli támogatás. Ugye minden évben meghirdetett pályázatokon keresztül lehet a támogatáshoz hozzájutni. Ennek azért is van jelentősége, mert különböző léptékű lehet a megpályázott támogatás, az érintett felhasználói kör és a maga a tevékenységet figyelembe véve. Belevágtunk a vágányzárba és a vonatpótlásba, nem egyszerű a történet. Hát nem, ráadásul nem mi vágtunk bele a vágányzárba, de mégis kell, hogy reagáljunk rá. Tudjuk, hogy két állomás van a vonat vonalon, amire oda kell figyelni. Az első egyik állomáson a MÁV-nak, illetve a Volánbusznak sikerült megoldani a vonatpótló buszoknak a fogadását, tehát ott fel tudnak szállni az emberek, de a másik részen, a MÁV alsóban ez problémát jelentett. Több kritikát kaptunk, hogy miért nem hamarabb reagáltunk, de azért nem tudtunk hamarabb reagálni, mert a probléma az akkor merült fel néhány nappal azelőtt. Én szerintem elég gyorsan tudtuk ezt a problémát megoldani. Nem sikerült zökkenőmentesen beindítani, de rugalmasak leszünk, és úgy fogjuk megoldani ezt a helyzetet, hogy az egyre jobb és jobb legyen. Ez körülbelül havonta 3 millió forintba kerül az önkormányzatnak. Nem kérünk bérletet, nem kérünk jegyet, gyakorlatilag bárki felszállhat. Látóhatáron belül van még egy közlekedésfejlesztési projekt, ez pedig a HÉV felújítása. Ez is nyilván fog járni valami, nem is valami, hanem elég jelentős nehézségekkel a városlakó számára. Meggyőződésem, hogy ez a fejlesztés, ez 4-5 év múlva, ez egy olyan körülményeket fog itt biztosítani számunkra, amitől az életminőségünk javulni fog. Sokkal könnyebben fogunk tudni menni a reményeink szerint beközlekedni a városban. Újabb P+L parkolókat építenek, megújulnak a HÉV megállók. Az a szörnyű remiz épület eltűnik onnan, tehát városkép szempontjából is sokkal szebb lesz a város. Mivel hogy az aluljárót megépítik, ezért a rávezető utat is fel kell, hogy újítsák, tehát azt gondolom, hogy a legvége az jó lesz, ez viszont nagyon sok türelemre lesz szükségünk, de én azon leszek, hogy ebben tudjunk segíteni. Elsősorban a folyamatos kommunikációval, tehát a felvilágosítással és az információk átadásával, de azt szoktam mondani, hogy én is szeretnék úgy felkelni, mint egy házat építek, hogy este lefekszek és reggel már beköltözök az új házba, de sajnos ez sem működik így, és minden építkezés sem így fog történni. Van még egy közlekedésfejlesztési projekt, amely bár nem Dunaharasztin van, de azzal határos lesz. Ez a soroksári területet érinti. Igen, kicsit pontosítanék, mert a dunaharaszti területet is érinti. A soroksári és dunaharaszti határában lesz egy összekötő út, ami az 510-es és az 51-es főutat köti össze. Ez a Bél körforgalmig fog közlekedni, ez az út. A felüljáróval át fog kelni a HÉV sín fölött is, tehát mind a két oldalról, tehát mind a két irányból az 510-esről rá lehet majd erre az útra hajtani. Azért mondtam, hogy pontosítani kell, mert körülbelül középen érinteni fogja a dunaharaszti területét, tehát bejön a dunaharaszti közigazgatási területére, és úgy fog visszatérni a Bélkhez dunaharaszti területen. Ehhez nekünk módosítanunk kell a szabályzási tervünket. Soroksára folyamatosan egyeztetünk, a tervezőkkel folyamatosan egyeztetünk, de ami a legfontosabb, a lakósokkal is, akik ott laknak, akiket ez közvetlenül érint. Egy fontos rendeletet hozott a napokban Dunaharaszti város önkormányzata. Jó pár helyen látni roncsautókat, vagy olyan autókat a parkolókban, amelyek jó ideje állnak ott. Most ezekkel tesznek valamit. Az ember el tudja fogadni ezt, hogyha valaki ott lakik, az kint megáll az utcán a ház előtt, de nagyon sokan parkolnak be például üzleteknek a parkolójába, ott hagyják hónapokra, fél évre, akár évre is, és ezzel kellett valamit tennünk, és rendeletbe foglaltuk, és ez a rendelet szabályozza a mikéntjét és a hogyanját, hogy hogyan tudjuk elszállítani ezeket az autókat, illetve a költségeket kinek kell viselnie. Egészen festői környezetben forgatunk most itt Dunaharasztin a Sportszigeten, nem véletlenül, hiszen ez a terület is fejlesztés alatt áll. Hát igen, ezért hoztuk létre ezt a parkot, szerintem elég jól sikerült, több rendezvény is volt már itt. Folyamatosan toldozgatjuk, szépítgetjük a Sportszigetet, de most éppen most készült el, kiváltottuk a régen tényleg patinás és nagyon jól működő rönkökből készült sétányt viakolóra.
Ez szerintem időtállóbb lesz, könnyebb lesz javítani, és a kismamák a babakocsival is, és a kis nyuszi motorral a kisgyerekek könnyebben tudnak itt majd közlekedni a Sportszigeten. Ehhez kapcsolódik az, hogy ugye beadtunk egy pályázatot a Sportsziget fejlesztésére, amiben a csónakháznak az újjáépítése szerepel, a korábbi fahídnak a helyreállítása, és a másik vonal egy játszótér, vízesboknak a megépítése. Szépen lépésről haladunk, és remélem, hogy idén, vagy de legkésőbb jövőre el tudjuk kezdeni a szintén itt a szigeten a napközistábornak a megépítését. Tényleg ízítják már a gyerekek a nyuszi motorokat valóban, hiszen nyakunkon van a vakáció, az önkormányzat pedig segít ismét évről évre, ez így szokott lenni a családoknak. Nem mindenki tud annyi szabadságot kivenni, az önkormányzat pedig évről évre a költségvetésre erre megfelelő összeget tesz félre, hogy ki tudjuk fizetni egyrészt a családsegítőknek, nem is a bérét, hanem a szabadidejüket, illetve a tanárokat, akik erre igénybe veszünk. Sőt, diákokat is bevon az önkormányzat, illetve a családsegítő ebbe a munkába. Igen, ez azért jó, mert ugye a gimnáziumban nekik ebbe a közösségi munkavállásban, a közösségi szerepvállásban kötelezően részt kell, hogy vegyenek, és ez egy nagyon jó alkalom rá, hogy ezt ki tudják pipálni, és le tudják. Rengeteg program vár ránk itt most Dunaharaszti van a következő egy hónapban. Most kettőt emeljünk ki közül. Egyik a Vagabond Karzó. Igen, én abban bízom, hogy ez utoljára lesz itt, mert nekem sokkal jobban tetszett, amikor fönn volt még az Erzsébet utcán és a környékén ott a belvárosban. Én a Szigetre szavazok. Rendben, oké. De szerintem sokkal hangulatosabb, amikor tényleg fent sétálnak az emberek, és mennek vendéglátóhelyiségről vendéglátóhelyiségre, és nagyobb a tér, jobban eloszlik, de valóban itt is jó helyen van, és ez most a második alkalom lesz, amikor itt ez megrendezésre kerül, örülünk neki. Hogy milyen koncertek lesznek majd a Vagabond Korzón, azt most a szervezők mondják el. Igen, 6 színpadon körülbelül 40 fellépő lesz, a fellépők mellett, a zenekarok mellett külön produkciók, alapítványok lesznek, közlekedésbiztonsági park lesz, főleg a gyermekeknek. És lesz még egy rendezvény is, ugye itt a Sportszigeten, ami egy ilyen kis piknik, amit itt megszervezünk, tavaly is csináltunk már ilyet, és ehhez az erős embereknek egy ilyen kis vetélkedőjét szerveztük hozzá, az előző képviselőtestületi ülésen döntött a testület arról, hogy támogatjuk ezt a rendezvényt. Köszönöm szépen! Ön a Haraszti aktuális műsorát látta, ezt a műsort és a korábbiakat is visszanézheti a dunaharaszti.hu oldalon, Dunaharaszti Város Hivatalos Facebook és YouTube csatornáján, a Kis Duna TV adásában, a Dunaharaszti Város nevű privát Facebook csoportban, valamint a Dunaharaszti Online nevű portálon. Viszontlátásra!